első osztályos tanulók és korábbi óvónőik találkoztak a Bonyhádi Széchenyi István iskolában. Az eseményt minden év elején megtartja az intézmény. Ezen az alkalmon mindig megható érzés látni, ahogy egymást átölelik a kisdiákok és az óvónők, mondta Steiner Krisztián, intézményvezető. Amikor a foglalkozások, tanórák véget érnek, akkor egy ilyen szakmai beszélgetés szokta követni, így lesz ez most is, a munkaközösségvezetők irányítják majd a beszélgetést, és az óvónők is el tudják mondani, hogy mit tapasztalnak, mit látnak. Mi alapvetően arra törekszünk, hogy a lelkes óvodás gyerekek lelkesedése az megmaradjon, és minél tovább szeressenek iskolába járni. Szerintem ez a legfontosabb. Egy iskolának nem lehet fontosabb célja, mint hogy a tudásvágyat és az iskola iránti szeretetet megőrizzük minél hosszabb ideig. Az iskola nagy váltás az óvoda után, de a beilleszkedés általában könnyen megy a kisdiákoknak. A legfontosabb ebben az életkorban a szeretetet átadni nekik, mondta az intézményvezető. A játékosság oldaláról próbáljuk megközelíteni a tananyag átadását, és azt gondoljuk, hogy nem ilyen versenyhelyzeteket kell teremteni elsősorban, hanem meg kell hagyni azt a kötődést a gyerekekben, hogy szeressenek tanulni, hiszen minden gyerek várja az iskolát, így ezt az időszakot kell minél tovább elhúzni, és azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Elsősorban motivációval próbáljuk őket megfogni, tehát inkább piros pontok és egyéb jutalmazási eszközökkel élünk, tehát valamit azért csináljuk meg, hogy kapjon valamit érte, és nem azért, mert esetleg büntetéstől fél. Ugye ezt mindenképpen elutasítjuk, ez a legfontosabb célunk, és remélem, hogy ez a gyerekeknél is működni fog. A pedagógusok minden évelején nagyon szívesen látogatnak el az iskolába, mondta Kapóné Kaposvári Erika, a Ficánka óvoda óvónője. Hát nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hogy az óvónénik visszalátogathatnak az iskolába, és úgy az a tapasztalat, hogy a gyerekek is nagy örömmel fogadják az óvodát, vagy a volt óvónéniüket. Örülünk, hogy betekintést láthatunk, hogy hol tartanak a gyerekek, milyen aktívak, mennyire tudtak átállni az óvoda életből az iskolai életbe. Egy órán voltam eddig csak bent, a gyerekek nagyon ügyesek, hozzák az óvodában át megismert szokása, vagy hozzák az új ismereteket, amit itt tanultak már, próbálják alkalmazni, úgyhogy nagyon lelkesek az órán, aktívak, fegyelmezettek, és a tanítónéniktől eddig csak dicséretet hallottunk róluk. A Bonyhádi Széchenyi István iskolában gyermekhiány idén sem volt tapasztalható, a korábbi évekhez hasonló létszámmal kezdődött meg a szeptemberi tanítás.